Kupa hétvége lesz a férfi kosarasoknál, péntektől vasárnapig 8 élvonalbeli csapat a Magyar Kupáért, 4 NB1-B-s együttes pedig a HEP Kupáért harcol a debreceni Főnix csarnokban. A nyíregyháziak a legutóbbi kiírásban a harmadik helyen végeztek. A 4-es döntőbe jutással a minimális célt már teljesítették a cápák, akik minél fényesebb éremmel szeretnék zárni a debreceni túrát. A héten már a debreceni meccsidőpontokban tartott edzéseit Siska János együttese. Szeretnénk minél fényes érmet elhozni. Nem lesz egyszerű, hiszen 4 nagyon erős csapat van bent a döntőben. Mindenképpen az első mérkőzésre, a Pécs elleni mérkőzésre koncentrálunk, és reméljük, hogy sikerül megnyerni, és akkor bent vagyunk a döntőben. Én úgy gondolom, hogy jó formában vagyunk. Úgy készülünk, mintha a döntőt játszanánk, de hát ugye egy dél is 3 óra között edzünk, hogy a bioritmus átálljon a fiúknak. Én bízom benne, hogy az első mérkőzésen túl tudunk lenni. A legutóbbi bajnoki meccsén a budapesti Honvéd otthonában váratlan vereséget szenvedett a Nyíregyháza Blue Sharks. A csapat irányítója, Bús Iván bízik abban, hogy a rossz főpróbát jó előadás követi. Egyik legnagyobb sikerélményünk volt az EHC-kupa bronz, habár kicsit keserű szájízünk volt utána, hiszen úgy érzem, hogy semmivel nem jobb csapat győzött le minket az elődöntőbe. Így most mindenképpen szeretnénk felülmúlni a tavalyi eredményt. A fiatal Pécssel mérkőzünk meg az elődöntőben, velük már játszottunk idén, de személy szerint én sem, ugye Cinger Zoli sem, illetve akkor még másik légióssal álltunk fel, illetve még Csabi sem volt, egy teljesen más szerkezettel és csapattal mérkőztünk meg ott, és csak hosszabbításra szenvedtünk vereséget, úgyhogy én úgy érzem, hogy vagyunk a találkozónak az esélyesei, de mi voltunk az esélyesei a múlt heti mérkőzésen is a Honvéd ellen, tehát óvaintek mindenkit attól, hogy elbízza magát, és egy kemény mérkőzésre számítok, lehetőség szerint pedig győzelemmel döntőbe szeretnénk menetelni. A kupa hétvége programja pénteken a Magyar Kupa negyed döntőivel rajtolt. A HEP kupában szombaton 10 óra 30-tól a Sargó-Tarján oroszlány, 13 órától a Nyíregyháza Pécs elődöntőket rendezik a Főnix csarnokban. Vasárnap a két vesztes 10 órától a bronzmeccsen, a két győztes pedig 12.30-tól a döntőben lép pályára.